Nagy tisztelettel. Jól tettem, hogy nem műszaki pályára mentem. Nagy tisztelettel köszöntöm a püspök urakat, önöket, benneteket. Ha megengeditek, néhány bevezető megjegyzést tennék, és akkor utána válaszolnék arra, amit Márk barátom föltett. Tehát az első, itt az egyház és a nyugati világ, a kereszténység és Európa vonatkozásában. Először is fontos azért azt tudatosítani magunkban, hogy a Szentlélek nem szociológiai kategória. Tehát az egyház nem azért örök, mert a politikai, gazdasági, társadalmi viszonyok között jól manőverezik, hanem azért örök az egyház, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy én veletek leszek a világ végezetéig, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Megjegyzem, ha nem így lenne, akkor létesen jött volna az egyház. Tehát az egyház persze benne él a világ sodrában, szociológiai, gazdasági, politikai realitások között, de az egyház lényegében és végső soron metafizikai valóság. És ezért örök, nem pedig azért, mert jól manőverezik világi értelemben. Na most azt is fontos látni Európa és a kereszténység vonatkozásában, hogy a kereszténység létezhetne Európa nélkül. Nem? Tökéletesen elgondolható teljes értékű kereszténység, vagy nagyjából teljes értékű, metafizikailag teljes értékű, kulturálisan majdnem teljes értékű kereszténység Európa nélkül. Lehetne Dél-Amerikába, Ázsiába, Afrikába, attól még a kereszténység kereszténység lenne. Tehát a kereszténység létezhetne Európa nélkül, de Európa nem létezhet a kereszténység nélkül. Mégpedig azért, mert per definíció nem, az európai civilizáció keresztény civilizáció. És hogy egy kicsit karcosabbat is mondjak, ez nem csak azért van, mert a kereszténység megkerülhetetlen építő köve az európai civilizációnak, hanem azért, mert a kereszténység különböző építő kövekből, de a kereszténység hozta létre az európai civilizációt. Tehát kétségkívül az európai civilizáció építő kövei között ott van a görög kultúra, ott van a római jog, ott van a zsidó etika és teológia, ott van, mondjuk gondoljunk Nagy Károlyra, a germán államszervezés. De ezekből az építőkövekből a kereszténység építette fel az európai civilizáció katedrálisát. Ezért per definíció nem létezhet európai civilizáció a kereszténység nélkül. És azt pedig már tényleg csak ilyen zárójelbe teszem hozzá, hogy ami a mi világunknak talán a legfontosabb fogalma, a személy méltósága, az emberi jogok. Hát kérem, az emberi jogok azért vannak végső soron, abból a bibliai hagyományból vannak az emberi jogok, hogy Isten saját képmására teremtette az embert. És ezért legyen gazdag vagy szegény, egészséges vagy beteg, fiatal vagy öreg, azért végtelen érték az ember, mert a teremtő Isten képmására teremtetett. Ez a végső megalapozása az emberi jogoknak. És azt csak zárójelbe jegyzem meg megint, hogy az emberi személy, ami a korunk legfontosabb fogalma, a személy. A helyzet az, hogy az emberi személyről való gondolkodás és maga a személynek a fogalma az a ókeresztény krisztológiai vitáknak mindegy mellékterméke. Végső soron a Kalkedóni zsinatnak, 451, a Kalkedóni zsinatnak, ami Krisztus kettős természete a egy személyben, ennek a teológiai tételnek a kidolgozása során született meg az emberi személynek a fogalma és tisztázása. Tehát lehet, hogy meredeken hangzik, de ez az igazság. A krisztológiai viták mellékterméke, az a személy fogalom, amire ma az egész gondolkodásunk épül. Ezek voltak az előzetes megjegyzések. Na most mi a helyzet Európa, vagy még tágabban a nyugati világ és a kereszténység viszonyában? A helyzet az, hogy a konfliktusnak a végső gyökere a következő. A mainstream ideológia Brüsszelben és Washingtonban, ez Brüsszelben a európai bürokrácia, Washingtonban a demokrata párt ideológiájához köthető módon, minden esetre a mainstream ideológia eldöntötte, hogy a szép új világ úgy fog kinézni, hogy a vallás eltűnik, vagy legfeljebb szabadidős magántevékenység lesz. Zárójelben megjegyzem, ez a klasszikus szabadkőműves ötlet,
hogy a vallás az egy valamilyen szabadidős tevékenység, és van, aki bélyeget gyűjt, van, aki horgászik, és van, aki katolikus. Tehát az első követelésük a vallásnak az eltűnése, vagy legalábbis a magánéletbe való visszaszorulása. A második, a nemzetállamok, reméljük kikerült a medvéket. A második tehát a nemzetállamok és a nemzeteknek az eltűnése, és helyette például a brüsszeli bürokráciának a világhatalma, és a harmadik pedig a családnak a relativizálása. Most egy pillanat alatt menjünk végig pár mondat erejéig mind a hárman. Ők azt gondolják, hogy a keresztény, általában a vallásnak, de különösen a kereszténységnek el kell tűnni a társadalom formáló erők közül, és vissza kell szorítani a magánéletbe. Ezt látjuk, hogy a mainstream brüsszeli bürokrácia kifejezetten keresztény üldözést folytat, amikor a keresztény valláshoz kötődő szobrokat, gondoljuk II. János pápát a kereszttel, el akarják tüntetni, azért, mert keresztény értékeket képvisel, azok irányába mutat és azokra hívja fel a figyelmet. Ráadásnak ezt megfűszterezték azzal, hogy azt gondolják, hogy úgy kell kinézni a szép új világnak, hogy a keresztény civilizációt vissza kell szorítani, és minél nagyobb tömegű muszlimot kell beengedni Európába, ami végképp relativizálja a keresztény civilizációt. Most itt egyébként Nándorfehérvár napján fontos elmondanunk azt, hogy nekünk nem magyarázzanak nyugatról, mert 150 év iszlám hódoltság bőven elég volt. Tehát mi, magyarok, románok, szerbek, horvátok, tudnánk mesélni arról, hogy mit jelent az iszlámmal való együttélés, mit jelent a dzsihád és a sária árnyékában élni. Ezért mi nem akarunk többet a sária árnyékában élni, 150 év elég volt, és ezért is elutasítjuk azt az ötletet, hogy Nyugat-Európában úgy relativizálják a kereszténységet, hogy tömeges iszlám bevándorlást támogatnak, és emellett még kifejezetten ideológilag üldözik a keresztény értékeket. Tehát az első célja a szép új világnak a mainstream ideológia által, hogy a vallást eltüntesse. Megjegyzem, ez nem fog menni, azért nem fog menni, mert az ember antropológiailag olyan lény, hogy nyitott a lét határtalan horizontjára, nyitott az abszolútumra, következésképpen amíg ember lesz, addig a vallásra való nyitottság mindig meg lesz, és ezért az Istenről való gondolkodás mindig része lesz az embernek, amíg ember létezni fog. A másik ilyen alapötletük az, hogy a nemzeteknek kell eltűnni. Ami egyébként az ember, megint csak antropológiai értelembe vett, legbrutálisabb megcsonkítása, mert egész egyszerűen az emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn. A nemzet az emberiség termőformája. Hát gondoljuk meg, hogy a nemzettől kapjuk a nyelvünket, a gondolkodásunkat, a kultúránkat, a történelmi tudatunkat. Tehát, ha a nemzetet megpróbálják kilugozni, eltüntetni a társadalom életéből, akkor az az emberiség legdurvább megszegényesülése lenne, hiszen az emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fel. Ezért ragaszkodunk a nemzetállamokhoz és a nemzeti kultúrákhoz, és ezért nem engedjük azt, hogy valami fajta nemzetek fölötti szuperhatalom döntse el a világ és az országok sorsát. Ezért ragaszkodunk a nemzetekhez és a nemzetállamok létéhez. A harmadik pedig a család. Na most itt is a családnak a relativizálását láthatjuk, tehát ennek a lényege az, hogy megpróbálják relativizálni, és hangsúlyozom, nem csak a kinyilatkoztatás és a Biblia értékrendjét, hanem a természet rendjét. És relativizálni azt, ami a természet rendjében adott. Például, egy példát mondok önöknek, ugye ez a nem váltás. Most az a helyzet, hogy nem lehetséges nemet váltani. Mert a fogantatáskor a kromoszóma szám alapján az eldől, hogy valaki XX vagy XY. Tehát a kromoszóma szám alapján a férfi férfi, a nő nő. Lehet levágni valamit, lehet plasztikázni valamit, lehet bele hormoninjekciókat nyomni, mindent lehet csinálni, de a kromoszómát nem lehet megváltoztatni.
Tehát a természet rendje szerint a férfi férfi, a nő nő. Következésképpen a családban a férfi apa, a nő pedig anya. És ezért az a mainstreamnek az a törekvése, hogy relativizálja a családot, ez megint csak nem pusztán a kereszténységgel áll szemben, csak a bibliai hagyománnyal és a kinyilatkoztatással, hanem a természet rendjével áll szemben. És ezért, amikor mi a kinyilatkoztatást védjük és a keresztény hagyományt védjük, akkor a természet jog alapján védjük a természet rendjét is. Tehát ez a küzdelem, ami ma zajlik, ahol a magát progresszívnek mondó oldal azt mondja, hogy a vallásnak vissza kell szorulni a magáéletbe, vagy el kell tűnni. A nemzetállamoknak is, a nemzeteknek el kell tűnni, és helyettük egy nemzet fölötti szupra hatalomnak kell irányítani Európát és a világot. És a családot relativizálni kell, ez számunkra nem progresszió, hanem szimpla deviancia. És azt is érdemes itt most elmondani, hogy amikor mi a keresztény értékekért küzdünk, miután a természet fölötti, a természetesre épül, ezért valójában nem csak a természet fölöttit védjük, hanem ma a kereszténység védi a normalitást, a kereszténység védi a természet rendjét. És ez a küzdelem erről szól. Köszönöm szépen!